itt a határok nélkül. Felbecsülhetetlen a civilek szerepe és ereje a nemzeti összetartozás alakításában, mondta Páncél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, akit Benke Ildikó kért mikrofon elé a bizottság legutóbbi ülése után, amelyen két civil szervezet, az egy éve alakult Magyar Patrióták Közösségének vezetője és a negyedszázados hálószervezet elnöke számolt be tevékenységükről. Mint elmondta Hetzman Róbert elnök, lelkes fiatalok járják a határon túli területeket, felfedeznek elfeledett vagy soha fel nem térképezett emlékeket, azokat dokumentálják. Említsünk néhány ilyen különleges emléket, amikre önök bukkantak. Például felvidéki útunk során jutottunk el egy Imreg nevű faluba, ami valamikori Zemplén vármegye területén található, és abban a faluban élt remeteként Sujánszki Euszták atya, az aradi vértanúk gyóntató papja, és ott is van eltemetve, egy kopjafa jelöli a sírját, ami azt gondolom egy nemzeti emlékhely kellene, hogy legyen, de azóta visszahallom, hogy egyre többen kirándulnak arra, hogy úgy látszik, megéri ezekről az utakról fényképes beszámolókat feltenni az internetre. Önök hívták fel a figyelmet a délvidéki bontásra ítélt templomok sorsára is. Valóban az egyik délvidéki taktársunk vette észre az interneten a Nagybecskereki Egyházmegye a szenátusának határozatai között, hogy templomok lebontásáról hoztak döntéseket olyan közösség esetében a hívek száma. Ezeket az értékeket meg kell őrizni, mert ezek olyan kulturális emlékek, hogyha ezek eltűnnek a föld színéről, akkor soha semmi nem fog emlékeztetni arra, hogy valaha az a terület is magyar lakta vidék volt. Azt tapasztaltuk, hogy sok templom esetében olyan értékek kerülhettek volna veszendőbe a bánságban, amelyeknek az egész magyarság számára van jelentőségük. Felhívnám a figyelmet például Módos templomára, ahol még 300-350 magyar lakos van, hihetetlenül értékes neogótikus templomuk van, katedrális méretű, belső berendezése olyan építészeti színvonalról tanúskodik, amelyet magyar városok megirigyelhetnének. Ólomüveg és ablakain Szent István és Szent László legendák elevenednek meg. Minden a gyülekezetnek a magyarsághoz ragaszkodásáról tanúskodik. Hatalmas kár lenne, hogyha ez az érték elpusztulna. Most is a szerémségből, délvidékről jött. Hol jártak? Most a szerémségben, maradék faluban volt egy látogatásunk. Egyesületünknek ez egy külön kiemelt ügye a szerémség. Mondhatom, ez egy ilyen missziós küldetésünk, hogy a középkorban az egyik legértékesebb, leggazdagabb magyar vármegyét, amit most már teljesen elfelejtettünk, és ahol most már semmiről sem tudunk, annak az emlékezetét visszahozzuk az utókor és a mai emberek számára. Rendkívül értékes várak, templomok maradtak ott meg a régi szép időkből, és még vagy 4-5 ezer magyar lélek. És mivel mi azt valljuk, hogy az örökséget nem lehet leválasztani a közösségről, mert ahogy nincsen örökség közösség nélkül, úgy közösség sincs örökség nélkül, ezért a helyi szórvány közösséggel együttműködve gondoltuk mindezt, és legnagyobb örömünkre egy olyan közösségre bukkantunk a szerémségben, maradék faluban, amely igazán meg szeretne maradni, és nagyon hasonló terveket szöveget. És ennek örömére idén tartottunk is egy jótékonysági estet, amelyen 600 000 forint adomány gyűlt össze Budapesten a szerémségiek számára, és ezt most adtuk át a református gyülekezet részére, akik vállalták, hogy szórványközpontot létesítenek ott, ahol 1978 óta mindenféle magyar életet felszámoltak. Elhangzott a Háló Egyesület beszámolójában, hogy a térképen könnyű megjelölni, hogy hol tevékenykednek, de sokkal nehezebb dokumentálni azokat a pillanatokat, amikor felvidéki találkozik a délvidékivel vagy kárpátaljaival, és köt ismerettséget. Mert hát valahol, ha jól értem, ez a háló lényege. Túróczi György elnök. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy egy határon túli, vagy egy kárpát-medencei közösségi építés és közösségi mozgás, vagy kapcsolatteremtés ne csak Magyarországra irányuljon, hanem úgy működjön, hogy Magyarországon átívelően is. Ez óriási élményt jelent azoknak, akik ilyen találkozónkor részt vesznek, mert szinte alig van lehetőség arra, hogy minőségi időt töltsenek együtt. Nagyon sok olyan alkalmunk van, ahol a legfontosabb a találkozóinknak a lényegi eleme az, hogy kis csoportokba találkozunk és kis csoportokba beszélgessünk. Mint megtudtam, az önkéntesek 150-en vannak szerte a Kárpát-medencében. Mi pogozóknak hívjuk a belső munkatársainkat. Mi összeszámoltuk, hogy a 25 év alatt több mint 10 000 embernek a találkozását tudtuk biztosítani, több mint 500 találkozón, csak nem 400 kárpát-medencei helységből jöttek össze ezek a résztvevők. Ezek nagyon nagy számok, és úgy gondolom, hogy a hálónak a aktivitását mutatják. Katon-
katolikus alapon működő, magyar nyelven működő szervezetről van szó. Katolikus alapról indulunk, de nagyon nyitottak vagyunk más történelmi egyházak felé, és a önismeretre, társadalmi kapcsolatokra, személyes kapcsolatokra, kapcsolatok minőségébe való megtartására neveljük a barátainkat, és azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos a három életében. A Nemzeti Összetartozás Bizottsága nem csak meghallgatja a civil szervezetek beszámolóit, hanem tesz is az elhangzottak alapján, és itt konkrétan a délvidéki veszélyben lévő templomok ügyére gondolok. Páncél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. Választókerületem központjában Dabason volt egy esemény, ahol Hetzman Róberttel találkoztam, és ott hallottam tőle először, ez még 2014 végén volt, a bánsági templomok sorsáról, és azóta valóban örömteli, hogy az Egyesület fölhívta erre a problémára a figyelmet. Itt legalább 5 bánsági templomról beszélünk, amely olyan állapotban van, hogy a helyben lévő püspöki konferencia úgy döntött, hogy esetleg lebontásra kerülnek. És nagyon örvendetes, hogy mind a nemzetpolitikai államtitkárság, mind az egyházügyekkel foglalkozó államtitkárság, a Nemzeti Örökségvédelem azonnal foglalkozott a dologgal, és a teleki alapítvány munkatársaival közösen megszemlélték a templomokat, és 2 templom esetében még a tél beállta előtt konkrét felújítási munkák is történtek, elsősorban a beázásokat szüntették meg. Tehát a magyar kormány támogatást nyújtott, ez egy 10 milliós összeg volt, egy gyors veszélyelhárítás. Ahogy a fiatal patrióták az épített örökséggel foglalkoznak, a Háló Egyesület pedig az emberi közösségekkel, tulajdonképpen a lelkekkel. Ők is természetesen kértek támogatást, hiszen új budapesti központjuk van a belvárosban, és ennek a felújításához, működtetéséhez szeretnének támogatást, hogy tudják végezni mind az anyaországban, mind a határon túl a tevékenységüket. A Magyar Patrióták Közössége és a Hálószervezet képviselői számoltak be tevékenységükről az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának.